Köszönjük, sziasztok, jó estét! Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek. Mi nagyon röviden Andrissal bemutatjuk a kiállítást, a Great Globe a címe, és június 30-áig még látható az Art Quarter Budapest kiállítóterében. Ez egy nemzetközi csoportos kiállítás, ami egy viszonylag hosszú kutató munka előzött meg. Alapvetően az volt vele a célunk, hogy valamilyen módon egy újfajta nézőpontból beszéljünk a globalizációról, a globalitásról és arról, hogy milyen különböző személyes kapcsolatokon és módokon keresztül lehet befogadni a globálisat a saját lokális környezetünkben. Olyan munkákat válogatunk a kiállításra, amelyek valamilyen módon különböző kapcsolatrendszerekre, áramlásokra, interakciókra, egyéb kommunikációs formákra épülnek, de mindenképpen tartalmaznak valamiféle személyes viszonyulást ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mi történik a világban, és sokszor különböző absztrakt folyamatokat vagy jelenségeket valamilyen módon testközelből is megtapasztalhassunk. És a kiállításnak a kiinduló pontja, amit itt láthattok mögöttünk ilyen óriási méretben, ez a Great Globe nevű georáma, amiről Andris fog röviden beszélni. Hát igazából mi kurátorokként egy olyan kiállítást szeretünk volna csinálni, ami a globalizmusról szól. Viszont ennek nagyon sok módja van ennek a témának a feldolgozására, és nem volt egy konkrét altéma, aminek dedikáltuk volna ezt a kiállítást, hanem a globalizmusnak egy képét választottuk, és ezt nagy méretben látjátok, hogy ez egy 1851-ben készült georáma, tehát egy látványosság, amit a londoni Leicester Square-en állítottak fel. Egészen pontosan egy James White nevű angol kartográfus, aki parlamenti képviselő is volt egyben, és neki volt egy térképészeti biznisze, és a 1851-es nagy londoni világkiállításra szerette volna ezt a kristálypalotában prezentálni. Erre aztán nem volt mód, így kibérelte a Leicester teret bő egy évtizedig, ahol pedig felépítette ezt a nagy monstre földgolyót, ami egy 20 méter átmérőjű földgolyó volt, és ahogy látjátok, elég önleíró ez a kép, és érzékletes ez a metszet, ami szerintem a Illustrated London, nem tévedek, hasábján jelent meg, bemutatja, hogy 4 emeleten az emberek felsétálhattak és ebbe az épületbe, és a globusz felszínét, domborzati viszonyait és mindenféle geográfiai jelenségeket, azokat gipszből kiöntöttek és méretarányosan megformáltak és megfestettek. És mi ezt a szituációt gondoltuk, hogy mint egy sorvezetőt, vagy mint egy metaforát használjuk, és ezt a képet elkezdjük olvasni, és ebben az interpretációs folyamatban találjuk meg azokat a műveket, amik rezonálnak a globalizmussal. Tehát a kurátori feladatként azt jelöltük meg, hogy hogyan tudjuk ebből a képből kiolvasni azokat a kibontható értelmezéseket, amik a 2019-es évben is egy releváns értelmezést adnak a globalizmussal kapcsolatban. És abban a korban, ahol a földgolyóval való szembesülés, legyen az ökológiai, vagy globális, átfogó gazdasági, vagy posztkolonista természetű megközelítés. Ebben a találkozási szituációban jelöltük ki a műveknek a helyét, és azokat a témákat, amiket 14 meghívott művész műalkotásain keresztül vizsgáltunk. Úgyhogy magyarok és külföldi művészek műveit értve ez alatt. Úgyhogy a kiállításon járunk Gánában, a Globlosi
roncstelepen, Jakarta Tangerang kerületében, kicsit Dél-Afrikában, kicsit a tenger mélyén, a Tirén-tengerben, meg egy kicsit az internet terében, meg a kínai-kazak határon, meg Rotterdamba, meg a Fekete-tengerbe. És ezeket a helyszíneket, ezeket a műalkotások is úgy prezentálják, mint helyek, amelyek összefüggésben vannak más helyekkel. És ez a különböző helyeknek az összeolvasása, hogy a Flóra említette, különböző áramlások, vagy a világkereskedelem, vagy az utazás, vagy a gyarmatosítás módozatain keresztül, ez rajzolja ki azokat a networköket és hálózatokat, amik a globalitás élményét adják, és egy olyan térképészeti nézőpont vagy szemlélet is meghúzódik ezekben a művekben, ami arra irányul, hogy felszínre hozzon, vagy láthatóvá tegyen olyan helyszíneket a világban, amelyeket nem ismerünk, vagy útvonalakat, amelyeknek csak az egyik pontját ismerjük, és ezért ennyiben a 1851-es georámának a holisztikus élményét próbálják hasonló módon prezentálni. Úgyhogy igazából ez a kurátori koncepció, és ezek a művek, amikről most egyesével nem térünk ki, mert hogy a szemlélésük az még június 30-a, a szemlélésükre még június 30-áig lehetőség van. A Nagytétényi út 48 kötel 50 szám alatt az AKB Project Space-ben, és mindenkit szeretettel várunk rá, illetve a záró eseményre is. Igen, lesz június 30-án jövő vasárnap, tartunk egy tárlatvezetést Andrissal, és utána az egyik kiállító művész Clara Hobbs, aki egy cseh művész, és ennek a projektje az, hogy különböző ilyen buberkodási módszerekkel végigúsz Európa folyóit, ő fog egy artist talkot tartani, amit nagyon ajánlunk mindenkinek, és azzal szeretném csak zárni, egyrészt nagyon köszönjük a Franc Intézetnek a kiállítás támogatását, van két olyan munka, Louis Anderson videója és Louis Drule printje, ami nélkül nem jöhetett volna létre, nem tudtuk volna bemutatni, úgyhogy ezért nagyon hálásak vagyunk. A másik pedig, hogy jött ez a program, hogy tulajdonképpen van egy olyan területe a kiállításnak, ami nem, vagy egy olyan téma, amit nem érint ez a kiállítás, az pedig a zene és a hang viszonya. És arra gondoltunk, hogy ez vannak nálunk sokkal jobban ért, és ez egy jó apropó lenne arra, hogy egy kiállításnak egy tulajdonképpen egy kiaknázatlan területéről szó essen, és ezért kértük fel Miklós Völgyi Zsoltot és Szabó Bálintot, hogy beszélnek erről, úgyhogy nem is szaporítjuk tovább a szót, és igen, és köszönjük, hogy ezt ők elfogadták, és nem lehetünk ennél boldogabbak, hogy most ezt meghallgathatjuk. Igen, úgyhogy át is adjuk a szót. Jó estét kívánunk, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást mind a kurátoroknak, mind pedig a Francia Intézetnek. Én Miklós Völgyi Zsolt vagyok, és jó lehet a beharangozóban az volt, a Flóra úgy fogalmazott, hogy zenével kapcsolatos dolgokról lesz szó, valóban. De én ehhez inkább csak az elméleti vagy diskurzív keretezést fogom tudni nyújtani, attól tartok, mert van egy nálamnál jóval alkalmasabb és vájtfülűbb zeneértő, Szabó Bálint, akivel sziasztok. Közösen fogjuk ma ezt az előadást tartani. Úgy fog kinézni a koreográfia, hogy
voltak éppen nem tudományos előadást szeretnénk tartani, hanem úgy, jobb, hogyha úgy fogalmazunk, hogy egy nemrégiben elindult közös társalgásnak, eszmecserének a kihangosítása történik szó szerint, mert ez nem egy befejezett projekt, hanem ez egy most éppen alakuló párbeszéd voltak éppen, úgyhogy ebből szeretnénk egy kisebb ízelítőt nyújtani. Igen, remélem, hogy ebből még egy ilyen hatalmas dolog fogja kinőni egyszer magát, bár ezzel is nagyon boldog vagyok, de szeretném, hogyha lenne az egész dolognak majd valamilyen módon folytatása, és beszélgetünk még sokat ezekről a témákról. Szerintem tartozunk annyival a közönségnek, hogy röviden a cím választást megindokoljuk. A cím maga, az angol Down to Earth, voltak éppen egy francia szociológus, Bruno Latour legutóbb megjelent könyvétől kölcsönöztük, amiben egy olyan planetáris méretű klímapolitikát körvonalaz a Latour, aminek az egyik kulcsfontosságú fogalma az a talaj, vagy a közös föld, hogy egyáltalán tudjuk-e, amikor a bolygóról, mint egy ilyen képzeletbeli képről, vagy eszményről gondolkodunk, vajon ugyanarra gondolunk-e, és hogyha nem, akkor ez mennyiben befolyásolja tulajdonképpen azt, hogy nem tudunk egy olyan sürgető kérdésről, mint a klíma katasztrófa, illetve a klíma változás beszélni. Úgyhogy valami hasonlót szerettünk volna mi is, vagy szeretnénk mi is ezzel a vissza a földhöz, vagy vissza a földbe metaforával megfogalmazni. Annál is inkább, mert, és akkor ez már így az előadás része volna, a két képanyag, amit most röviden vetíteni fogunk, és közben én szeretnék egy-két gondolatot közre bocsájtani. Az egyik része Bálintnak a gyűjtése, ami voltak éppen gyarmatosítás korabeli fotókról származik, talán pár szóban Bálint tudna mondani erről valamit. Igen, pár évvel ezelőtt akadtam rá, a Library of Congressnek egy elég komoly gyűjtése van a témában. Először csak simán kolonialista fotókat kerestem, amik ilyen 19. tehát századfordulós képek voltak, fekete-fehér analóg képek, és aztán rátaláltam egy még izgalmasabb témára, ez pedig a sztereó képek, amik, hát a technológia az nem sokkal idősebb a fényképészet, tehát ez is a 19. század második felében már javában működött. Egyébként lehet, hogy volt például az Indexen egy ilyen első világháborús sztereóképek, talán sorozat, lehet, hogy több cikk. Tehát már az első világháborúban is készültek ilyen képek, ez annyi, hogy a fényképezőgépen két lencse van, egyszerre exponál, és aztán két képet kapunk, amit egy megfelelő lencsével nézve, vagy nyomtatási módszerrel, úgy hívják, hogy lentikuláris nyomtatás, 3D hatása van azáltal, hogy mozgatjuk a képet, és ezt ma meg a digitális korban meg még egyszerűbb, mert GIF-et lehet csinálni, és akkor a mozgatással ugyanúgy elérhető ez a 3D-s hatás. Szóval csak ez az érdekesség, hogy vannak ilyen sztereóképek, meg amúgy is a minden kolonialista fotónak a lényege, és ez könnyű megfeledkezni róla, hogy a kamera mögött áll valaki, akiről nem tudunk semmit, csak annyit, hogy valószínűleg gyarmatosító oldalon állt, mert csak ők rendelkeztek ezzel a technológiával, úgyhogy nagyon jól mutatják ezek a képek a mi perspektívánkat kvázi. Ezzel párhuzamosan pedig egy másik képgyűjtés is látható lesz, ez pedig Fridvalszky Márk képzőművész szíves közreműködésével lesz majd látható. Az ő gyűjtése a 67-es montreali világkiállításról, és hogy ez a kettő hogyan kapcsolódik össze, illetve ez a közös talaj gondolatához, azt a alábbi problémával tudnám érzékeltetni. 1967-ben
az ausztrál kormány egy alkotmánymódosítás formájában az ausztrál aboriginál és a Torres-szoros szigeteki őslakosok politikai és jogi státuszát először ismerte el a brit gyarmatosítás időszaka óta. Mindez annak tekintetében tűnhet még inkább felkavaró ténynek, mivel az alkotmány preambulumának módosítása előtt több mint 60 ezer éve a kontinensen élő törzsek tagjait korábban jogilag a nemzeti parkok flórájának és faunájának részeként ismerték el csupán. Először válhattak jogilag hivatalos dokumentumokat viselő állampolgárá törzsek tagjai, ám tegyük hozzá rögtön, hogy a mai napig nem lettek hivatalosan a gyarmatosító hatalmak által leigázott őslakosokként elismerve az alkotmányban. Ugyanebben az évben Montrealban megrendezik minden idők egyik legsikeresebb világkiállítását, más néppen az 1967 International and Universal Exposition rövidített formájában Expo 67-et. A kiállítás hivatalos logóján két egymásba karoló emberi alak piktogramját láthatjuk egy képzeletbeli glóbusz körül ismétlődve körbefutni, mintha csak a kiállítás mottóját ember és világa, Man and His World, igyekezne vizuálisan is kifejezni. A látogatók útlevelet válthattak ki, amiket az egyes nemzeti pavilonoknál lepecsételhettek, mint egy szimbolikusan is jelezve, hogy a világkiállítás a féle késő modernista utópiaként egyetlen grandiózus, s főként térben bejárható panorámába sűríti a planéta egészét. Ezt a küldetést persze minden nemzet a maga sajátos értelmezésében vitte színre, míg például az ausztrálok a gyarmatosítók leszármazottjait ünneplő büszke favágó bemutatókkal készültek, az amerikai pavilont a hippik és New Age-isták által is ünnepelt építész Buckminster Fuller tervezte, aki egy óriási méretű bioszféra névre keresztelt geodézikus kupolával egy egészen más típusú planetáris gondolkodást képviselt. Számos építészeti design, sőt filozófiai innováció közül az ő nevéhez kötődik egyebek mellett a Spaceship Earth, vagyis a földhajó univerzális gondolata is, amelynek értelmében nekünk, mint egy közös bolygólakó elképzelt közösségnek úgy kellene együttműködnünk és egymás iránt viseltetnünk, akár csak egy óriás hajó legénysége, akik közös erőfeszítéssel kormányozzák a jobb remény partjai irányába a ladikjukat. De épp ugye az ő nevéhez kötődik az úgynevezett Dimaxion térkép is, amelyet 1943-ban alkotott meg, és amelyet a The Great Globe című kiállításon Gróf Ferenc munkája is reflektál. Az ikozaéder formájú, vagyis 20 kiterített háromszöglapból álló térkép nem egy könnyen használható térkép típus, de előnye, hogy területarányosabb a Mercatornál, kevésbé torzítja a formákat, mint a Gale Peters, ezekről Bálint mindjárt röviden kitér, és nincs észak-dél-kelet-nyugat iránya, hanem a kontinensek egymásba kapcsolódnak, és ezért jobban ki tudják fejezni a nemzetek felettiség, a One Island Earth eszményét. Ráadásul a repülővel a két pont közti legrövidebb utat is jól mutatja. Igen, ez a Dimaxion, ez látszik, hogy nem egy térképésznek a munkája, hanem egy építészé. Ugye tényleg érdekes, amit a Zsolt is mondott, hogy nincsenek rajta az irányok észak, dél, kelet, nyugat. Találtam én is egy olyan fotót, ahol az ausztrálok fogták magukat és megfordították, és a delet tették föntre és északot lentre, és hogy igazságot Ausztráliának. Szóval ilyen szempontból a Dimaxion is egy, hogy mondjam, perspektívaváltó térképnek számít, független attól, hogy nagyon sok mindenre meg nem használható. Ugye a navigációról van szó, akkor, és hajózásról, akkor ugye a Mercator térkép az, ami mindannyiótok számára itt baloldalt felismerhető. Ugye a mai napig, hogyha megnyitjuk a Google Maps-et, akkor ha nem 3D-s földgömböt nézünk, akkor ezt látjuk magunk előtt. Ez egy navigációs célból készült irány- és szögtartó térkép. A hajózás ugye a gyarmatosításnak volt a legfontosabb eszköze, tehát mondhatjuk emiatt bátran erre a térképre, hogy ez egy gyarmatosító térkép. Amúgy 16. században egy flamand térképész készítette ezt a vetületet. Ugye a probléma az, hogy háromdimenziós a földgömb, és két dimenzióra való vetületképzés nem lehet megcsinálni, csak úgy, hogy bizonyos dolgokról lemondunk. Hát a Mercator ugye nem mondott le arról, hogy
hogy iránytartó legyen, viszont lemondott arról, hogy nem terület arányos. Tehát most a leggyakoribb példa, amit szoktak mondani, az Grönland és Afrika aránya, tehát a baloldali térképen, ha megnézitek, akkor Grönland gyakorlatilag Afrika méretével rendelkezik. A valóságban, ha a számadatot megnézitek, akkor Afrika 14-szerese Grönlandnak. Ennek azért van nagyon fontos következménye, mert a Mercatornak az a jellemzője, hogy az egyenlítő mentén viszonylag, tehát arányosan kisebbek a területek, és hogy közelítünk a sarkpontok fele, akár észak, akár déli irányba, úgy egyre nagyobbnak mutatja a területet, mint a valóságban. Ebből kifolyólag, hogyha mondjuk egy leegyszerűsítéssel azt mondjuk, hogy az egyenlítő mentén található a harmadik világ, vagy fejlődő világ nagy része, akkor gyakorlatilag ők alul lesznek reprezentálva terület szempontjából, és Észak-Amerika és Európa is egyébként, is a volt Szovjetunió is sokkal nagyobbnak tűnik a térképen. Úgyhogy ezért gyakorlatilag erre válaszként Arno Peters, német filmes és történész, 1973-ban javasolt ezt a mögöttem levő térképet, ami szerintem önmagában izgalmas ránézni. Nem is feltétlen azért, mert szóval nem bizonyos szempontból közelebb áll a valósághoz, de más szempontból meg nem. De pusztán azért jó legeltetni rajta a szemünket, mert legalább ugyanannyi joga lenne ennek a térképnek, hogy kint ki legyen téve az iskolákban és intézményekben is mindenhol. Egyébként Angliában úgy tudom, hogy használják pár iskolába, Massachusetts városban is használják, ott egyébként pont még van egy olyan érdekesség is, hogy ahol az iskola negyedben használják, ott azt hiszem háromnegyede a diákoknak fekete vagy latinó, tehát még inkább forró téma ez. Ettől függetlenül, tehát ennek a térképnek, a Gold Peters térképnek, ezt szokták politikailag korrekt térképnek nevezni, mert terület arányos ellentétben a Mercatorral. Ami kritikát szokott kapni, az az, hogy a formák azok torzítottak, az egyenlítő mentén nyújtottabbak a valóságnál a formák, és ahogy haladunk a sarkok felé, ott meg egyre lapítottabbak. Tehát lehet látni, hogy a Grönland például, bár terület arányos, tehát láthatjuk, hogy Afrikának a 14-e, tehát Afrika 14-szerese a Grönlandnak, viszont ilyen nagyon lapított, és hát a valóságban nyilván nem ilyen formája van. Térképvetület készült szerintem a világon, nem vagyok térképész, de több ezer. Egyébként a Wikipédián is van egy nagyon komoly gyűjtés, nézzétek meg. Én szerintem, majd amit később is el fogok mondani, az én koncepcióm az inkább az, hogy minden térképnek megvan a jó tulajdonsága, de közben tudni kell róla, hogy mi a rossz tulajdonsága, és valójában úgy kerülünk a legközelebb a valósághoz, hogyha kiterítjük mind a ezer térképet, és rajta legeltetjük a szemünket. Még ez csak visszakapcsolódva, hogy pontosan miért volt ez az analógia, vagy pontosabban ez az ütköztetés voltaképpen ausztrál nemzeti parkoknak a állat- és növényvilágának a szerves részeként elismert, vagy csupán elismert őslakosság, illetve ezzel szemben a montreali világkiállítás között az éppen az, hogy a bolygónak egy elképzelt közösségként való felrajzolása, az valójában sosem mentes azzal, hogy egyúttal újra ne termelje azokat a különbségeket, mint gazdasági, etnikai, politikai különbségeket, amelyek egyébként már legalábbis a gyarmatosítás kora óta kísértenek, és ez mind a mai napig így van. Egyetlen egy példát szeretnénk csak felhozni, hogy a Google Earth az továbbra is mind a mai napig ugye észak-dél irányú, tehát van egy erőteljes mondjuk euró-atlanti központúsága, pontosabban érdekes, hogy így fordítja az ember, akkor hirtelen nem találja magát egy fejjel lefelé fordított térképen, vagy valamilyen különös
ilyen elmejáték ez, hogy Afrikát például föntről lefele, illetve megfojtottan lássuk. Mindezt csak azért tartanám fontosnak megjegyezni, kapcsolódva ahhoz, amit Bálint mondott, mert a térkép készítés és a politika csinálás az szinte közhelyszerű, de ugye szervesen összekapcsolódik egymással, és ennek kapcsán egyebek mellett az amerikai művészettörténész képteoretikus William Mitchell is írt egy könyvet Tájkép és hatalom címmel, amelyben arra mutat rá, hogy a 18-19. Századtól kezdve a tájképfestészet, majd később a fotográfia, a tájfotográfia milyen mértékben járult hozzá a gyarmatosításhoz. És egy személyes példát tudnék erre felhozni, egy évig volt szerencsém Kanadában élni, és igazából először ezzel a problémával, hogy gyarmatosítás nem csupán mint teoretikus probléma, hanem mint a társadalmi vagy a közösségeket napi szinten megosztó vagy feszültségben tartó probléma. Ott találkoztam először, és az Edmontoni Kortárs Múzeumban volt egy kiállítás a kanadai tájképekről, amiben az volt az egyik legfurcsább, hogy olyan tájképeket lehetett látni 19. századról, aminek a többségét a Trans-Canada Railway társaság rendelte festőktől, olyan festőktől, akik egyébként Párizsban, meg Rotterdam, vagy Amsterdamban, tehát európai festőiskolák stílusait tanulták el, majd visszaköltözve elküldték őket, ugye keletről nyugat irányba történik a vasút építése, és a festőknek fontos szerepük volt abban, hogy valamilyen idillikus vágytájá projektálják ezeken a képeken keresztül azt a vadont, amik egyébként ugye tel is tele a legváltozatosabb törzseke, de ezek sose jelennek meg ezeken a festményeken, mert hogy a befektetőket az arról kell meggyőzni, hogy ez egy ilyen vad, érintetlen szűztáj, amit úgymond meg kell hódítani, be kell foglalni. Tehát ilyen mértékben kapcsolódik össze a tájnak a leírása, elképzelése a kolonializációval, és a térképkészítés is ugyanehhez kapcsolódik. És ez már egészen a kora modernitás óta tulajdonképpen a gyarmatosítás első nagy korszakára is igaz. Itt éppen Johannes Vermeer a Geográfus című képét láthatjuk, és ebben az egyik legizgalmasabb számomra, hogy ez egy szobabelsőben mutat egy geográfust, aki el van szigetelve egy ilyen rács szerkezetű kazettás ablak üveggel a külvirágtól, és hogy mintha csak a térképhálónak a meghosszabbítása lenne tulajdonképpen az az ablakrács, ahogyan a kinti világra tekint, és ennyiben ugye kapcsolódik a reneszánsz, illetve a koramodernitás perspektíva elméletéhez, ami egy olyan látásrendszer, ami uralkodóvá vált először Európában, aztán az egész világon, de ez csak egy lehetséges látásrendszer, ennyiben analóg azzal, amivel majd később beszélni szeretnénk a hangtani rendszereknek a sokféleségével. Mindezeknek csak azért találom érdekesnek ezeket a dolgokat felemlíteni, mert a világ térképészeti nézetvetületében történő projektálhatósága olyan folyamat, ami a modernitással kialakuló térképészeti tudatokkal válik egyértelművé, ott, ahol a távolságok és közelségek, a lokalitások és globalitások látszólagos viszonyainak felmérésével együtt létrehozzák a perifériákat elnyomó centrumok, vagyis a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek globális méretű térképészeti rendjét is. És tulajdonképpen az előadásunk alapja, ha egy ilyen fogalmat mondjuk teoretikusan szeretnék, az a hangtani rezsimek lennének, amiket egyébként a ugyanilyen látásrendszerek mintájára képzelnénk el, és ezt szeretnénk valamiképpen a gyarmatosítás gondolatával vagy problematikával összekapcsolni.
Erről talán a Bálint most többet tud mondani. Hát ami szorosan kapcsolódik a témánkhoz, az az etnomuzikológia, ami ugye kvázi a gyarmatosítás hulláma után kvázi mint egy ilyen előkészített terep a tudósoknak, és gondolom az anyaország anyagi támogatásával, hogy őrizzük meg a kultúrákat, ha már leigáztuk őket, vagy biztos ilyen szempontok is, meg biztos jó szempontok is vezérelték a fehér embert. A fehér ember egy ilyen soha nem nyugvó elme, aki mindent be akar utazni, és mindent meg akar érteni, és mindent össze akar rakni. Egyrészt számomra óriási örömforrás az, hogy a világ bármely területéről lehet találni lemezeket, és felvételek készültek. Ugye már a 20. század közepétől kezdve az, amiket egyébként most majd fogunk beszélni, és néhány hangzó példa inkább a 70-es évek környékén gyűjtötték. Ami filozófiailag érdekes, vagy nem is tudom, ez filozófiai téma-e, hogy amikor az ember valamit meg szeretne őrizni, konzerválni, akkor azáltal olyan, mintha hát meg is ölni az anyagot, és valójában ez történik, és ez több példán keresztül is lehet látni, meg gondolom sokan tudjátok is, hogy amint a fehér ember megvetette a lábát ezeken az idegen kontinenseken, és igája alá hajtotta az ott élőket, hát egy merőben más rendszert vitt magával, ami teljesen idegen volt a lokális dolgaiktól, és bár még egyszer mondom, nagyon jó dolog, hogy ezek léteznek, ezek a felvételek, viszont pontosan a fehér ember megjelenése által nem lehet ezeket a hagyományokat megőrizni, mivel hogy a lokális keretek megszűntek létezni a fehér ember megjelenése miatt. És gyakorlatilag az történik, hogy egy ilyen, ilyen vitrínbe rakjuk a zenéket, itt most lemezekre gondolok, és a hagyományok pedig elpusztulnak teljes mértékben. Ez szerintem a legrosszabb oldala az én szempontomból a gyarmatosításnak, vagy az egyik legsötétebb oldala, mert nyilván a kultúra megsemmisítése az együtt jár a népcsoport és életmódjuk teljes megsemmisítésével, tehát ezek a dolgok összefüggnek, és aztán ami történt, csak hogy tovább menjünk, mondjuk egy ilyen képzeletbeli időkontinuumon, hát ezekből az inspirációkból a nyugati művészek merítettek, és ezeket a felvételeket halván, nyilván nem akár gondolunk a hippi generációkra, hogy milyen hatással volt rájuk az indiai klasszikus zene, de az egésznek a lényeg az, hogy az európai tudaton átszűrve mentek át ezek a zenék, tehát hiába maradtak fenn, és biztos nagyon sok értékes dolog nem maradt fenn, de ami fennmaradt, az sem ment teljesen át, és a saját perspektívánk, ugye ezért is beszéltünk ezekről a dolgokról, az itt is megjelenik, ugye ebből nőtte ki magát aztán a world music kategória, amiről bizonyára sokan hallottatok. Elsősorban egy marketing kategória. Mi az, hogy világzene? Van a világnak zenéje? Ez egy kérdés. Inkább azt mondanám, hogy ilyen lokális zenék vannak, amikből csinálta a fehér ember egy úgynevezett világzenét. Az azt jelenti, hogy a kontinensek legkülönbözőbb pontjairól random összerak hangszereket, és elkezd rajta zenélni, és elnevezi világzenének. De teljes mértékben benne van a fehér embernek a perspektívája és tudata ezekbe a zenékbe, és ezeknek a zenéknek néhány kivételtől eltekintve nem nagyon van sok köze az eredeti hagyományokhoz. Itt egy egyetlen idézetet szeretnék Hortobágyi Lászlótól mondani: a kultúrákból annyit lehet megérteni, annyi marad meg, amennyit a fehér ember megért belőle. És akkor, hogy konkrét példát is lássunk,
három példa lesz majd, három zenei példa. Próbáltam egy fonára felfűzni őket, mert nagyon nehéz. Annyiféle zenéből lehet válogatni. És tulajdonképpen ez a közös nevező mindhárom példában az az, hogy polifonikus zenék lesznek, ami egyébként nem annyira jellemző, ugye elsősorban az európai zenére szokták mondani, hogy polifonikus, és ez a különlegessége, de bizony vannak, számos példa van rá, hogy létezik Európán kívüli polifonikus zene is, és ezek mind fúvós hangszeren játszott zenék lesznek. Az is érdekes, hogy mindegyik amiatt, hogy a lokalitásban élnek, és a kultúrájuk is a lokalitásba gyökerezik, érdekes, hogy ezeket a hangszereiket a közvetlen környezetükből építik, akár legyen szó akár bambuszról, vagy nádról, vagy papajafáról, tehát minden, ami a környezetben megtalálható, abból csinálják, épültek ezek a kulturális kincsek. Most az első példa, ez a Wayampi indiánok zenéje lesz, akik az Amazonas mentén éltek, és ők is nagyon jól mutatják, hogy gyakorlatilag amin ezek a törzsek keresztül mennek, az szerintem mondhatni általánosítható. Tehát a saját életterükből a gyarmatosítás következményeként kezdenek kiszorulni. Ugye az erdőirtás, a bányászat, tehát mindenféle ilyen kapitalista érdek miatt egyre szűkül az élőhelyük. Nem beszélve arról, hogy a fehér ember, mikor megjelent az amerikai kontinensen, akkor az indián népesség, hát majd biztos nem tudok pontos számot mondani, de 90%-a azon nyomban meghalt a különböző olyan vírusok, amit magunkkal vittünk Európából, és ők nem voltak rezisztensek ezekre a vírusokra, egyből meghaltak, és nyilván számos népirtás meg háború is véget vetett sokuknak. Szóval ennél a törzsnél is gyakorlatilag pár száz fősre fogyatkozott a törzs, ez a Wayampi törzs, és az Amazonas vidékéről kiszorultak az Oyapok folyó két partjára, ami Brazília és Francia Guyana határán van, és az ő hangszerük, ez egy Tule nevű, hát talán a klarinéthoz lehetne a leginkább hasonlítani, és ami megint egy ilyen nagyon jellegzetes törzsi zene vonás, hogy náluk a zene az nem válik le a közösségtől, és nem válik le az életről, ez nagyon fontos. Tehát nem az van, ahogy most itt ülünk egymással szembe frontálisan, hogy van az előadó és van a befogadó, hanem a kettőnek egy sajátos keveréke alakul ki, ami teljesen természetes módon, ami sokkal inkább a közösség építését és a közösség összeolvadását szolgálja. Egyébként akár csak megnézzük, hogy ők hogyan zenélnek, már az mutatja, ahogy egymással szembeállva, vagy egymást átkarolva, vagy félkörben zenélve, már ez is számomra abszolút erről árulkodik, hogy ez mennyire egy közösségi tevékenység. És akkor bejátszanék tőlük, tehát ez a Tule nevű klarinéthoz hasonlítható nádból készült, bambusznádból készült hangszer. És majd a hangolásra is figyeljetek, nagyon furcsán, ilyen hamiskásan fog hatni. Thank you.
Szóval kicsit európai fülnek furcsán szóló zene, ugye ez megint a perspektívánkra utal, hogy ne gondoljuk, hogy perspektíva függetlenek vagyunk, a fülünk se az. És akkor ehhez szorosan kapcsolódva ugye mondtam, hogy ezek a kis közösségek felbomlanak, elveszítik a saját tradíciójukat a fehér ember megjelenése által, bár konzerválja az ő tradíciójukat a maga módján, de megjelenik az alkoholizmus, munkanélküliség, öngyilkossági ráta, turizmus, stb. Tehát a szokásos forgatókönyv történik, gondolom, a legtöbb esetben, és akkor ennek kapcsán fogunk átevezni a következő témára. Itt a Vajampi törzsnek, a ma élő sámányának a fia egy ilyen helyi sztár lett, aki most egy olyan számot fogunk videóval meghallgatni, megnézni tőle, ami a magas öngyilkossági rátáról szól, és arról, hogy igenis ezen megpróbáljatok meg változtatni, és ne legyetek öngyilkosok, és óvatosak legyetek az alkohollal, stb. És ezzel kapcsolatosan ugye egy nagyon fontos megjegyzés, hogy bár az üzenet az jó, az egészet a fehér ember okozta, hogy idáig jutottak, és az, hogy ő zeneileg itt mi fog történni, az annak semmi köze az ő eredeti tradíciójához. Még annyit érdemes megjegyezni, hogy a maga a szöveg is ilyen kevert, ugye az egyrészt az a törzsi nyelv, illetve a francia. Francia és a brazil, ugye, mert ott vannak a sajátos keveréke lesz. Úgyhogy akkor lejátsszuk ezt a videót. Hoppá, bocs. Előre mentem. Sizem boca sinen iPhone, one other than and to say one queen, my man si zero our iPhone, my man au auti momo doze pen, ze bai po ati watan, to with queen on there tanana gum, eres de mono nawe, eres anon tane, de rai por anawe tamano erene, taza an eretze penan, one year tat eres were eki u, eres at pata de new one ereo, aweze pede adugio, bai da ren biara no eri juta. Com ele muito ao carpatrat la to cola to leche to co la to bullet pa mele que la via quanto co a pa un bolide to pe que pouve a pa guleve to que le se tutto family a pa me maladi que finiche to tu te pa de a que me bien disputo ma men si ze zika com mo cone pure no así pa non de si ju si zembo casi nen iPhone. Tanto se cuana queen, mamen si zero araipon, mamen au au si momo doze upen, ze bai po ati watan, to with queen on dere tanana kom, wana zepe si zimbo turikaru, koe marupi dere na kuana indu, muna uwa zepe datalano pao, urakara ema uwa kubo, pichang arupi be, okayum tanen, karakuri de waram omano tanen, mamen nani aipo si japa kakum, nubien rigole, nubien prend nous pie, fini levé, tout cas vraiment oublié. Moula souhaiti jeune qu'a venu suicider. Moi j'ai acheté un zé enlayé. J'ai choqué l'argent qu'a fait et venu fou. Baillé plus force, baillé plus l'amour. Pouillé penser dès que nous périvés. Abaillou la mer, où ça nous qu'élivé. Vé. Ma même si zé zika comme. Mou connaît pour nous assis pendant des six jours. Si zé mboka si n'en iPhone. Ou an est de l'étonnant tout ce qu'on est queen. Ma même si zéro un iPhone. Momo do zel pen, zel bai po ati watan. To with queen on dere tanana kom. Kun tu ta brava tu ke ti mata. Ben chapa tu no kere mas vive. To
quería só experimentar. Então não posso mais voltar. Vai deixar tudo seu família. A parada vai ficar muito difícil. Tenho andar com muito coragem para acabar seu projeto na vida. Eres o mono na ué, eres a não tá né. Dirai por a na ué, tá mano, era nem. Tadza ang, ere teze pe enang. Wanye tat, ere ze uera eki u. Ere zat pata de nyuan ere o. A ue ze pe de adu gi u. Vai da urem biara no ere jutat. De nyuan akom, ere monja okat patat. Ma men si ze zi kakom. Muko ne pure nu a si pon non de si ju. Si ze mbuka si nen aipon. Wanye dere ta non tu se kwa ne kuin. Ma men si ze do araipon. Si mo mondo ze upen, ze bai po ati watan. To wuku ino dere tanana kom. No, hát ilyen a tradícióját vesztett indián zene ma. És ugye, ami az ének hangon van, az gondolom sokatoknak ismerős, ugye ma nincs popzenei sláger enélkül az effekt nélkül, amit úgy hívnak, hogy autotune, és akkor így térünk át a következő fejezetre, az autotune esztétikájára és erre a fétisre, ami körül lengi ezt a nagyon furcsa effektet. 1997-ben találták fel egyébként, és a 2000-es évektől kezdett nagyon elterjedni a popzenében, és az az érdekessége, hogy ez a videó is példázza, hogy mára nem csak nyugaton népszerű, hanem gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy én tavaly voltam Marokkóba, és hát hallgattuk a helyi rádiókat, csak autotune-ozott zene ment. Talán egy kicsit több jelzés volt a helyi tradícióra, tehát mint most, amit hallottunk ez az indián zene kapcsán, de mégis a fő hangulata az egésznek, és nyilván ennek a csúcsán az autotune-nal, az egy abszolút nyugat utánzás. Tehát érdekes, hogy a leigvázottságból hogyan következik az ellenállás helyett generációkkal később az uralkodó utánzása, vagy a uralkodó kultúrájának az utánzása, ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés, és ami még így az autótyún kapcsán, csak hogy ha esetleg valaki nem tudná, tehát ezt azért találták fel a kezdetekben, hogy olyan emberek is tudjanak énekelni, akinek nincs tökéletesen képzett hangja, tehát kvázi mondjuk van egy dal C-durban, és hogyha kicsit alá, fölé, mellé énekel, akkor mindig a hangját a megfelelő algoritmus szerint a legközelebbi hanghoz húzza, és ezáltal tökéletesen lesz hangolva a hang. Cserébe nagyon sok mindenről le kell mondani, például egy kicsit lépcsőzetes szerű lesz, hogy az emberi hangban nagyon sok ilyen folytonos hangmagasság van, amit megöl, ettől lesz egy kicsit dehumanizált, robotszerű hang, amit nyilván benne van az esztétikájában, hogy ez ennyire népszerűvé tudott válni, de ettől függetlenül tényleg érdekes, hogy a személytelenséggel hogyan lehet slágereket írni, mert mint azt gondolom az ember, hogy ott fontos az előadó személye, és közben meg gyakorlatilag mindegyik popszám hasonló hangzással dolgozik. És van egy nagyon jó hasonlat is rá, hogy ez olyan, mint a photoshopolt hang, tehát hogy gondoljatok a photoshopolt képekre, ahol tökéletes testű nők és férfiak pózolnak. Így gyakorlatilag ugyanez van, ez egy fehér ember pozíció vagy pozőrködés. Erről is biztos sokat lehet beszélgetni, hogy milyen dramaturgia, vagy milyen álmok és milyen romantika van e mögött. Egyébként én csak annyit szeretném volna még hozzátenni, hogy ilyen szempontban azért érdemes lehet különbséget tenni az autotune-nak, mint eszköznek a használata, és az autotune-t tulajdonképpen már tudatosan valamilyen meta-reflexív alkalmazása történő igazából beépítésének a zenén, mert hogy mondjuk, ha Drake-re gondolunk, az egyik legismertebb ilyen előadóra, akinek egyébként az autotune hivatalos, autotune, nem tudom, kiosztás, vagy hogy hívják ezt, ahogy ő beszokta állítani, az pont így néz ki. A legérdekes gomb itt nekem ez a humanize gomb, ami nullára van állítva. És ami csak azt szeretném mondani, hogy erről a Mark Fisher ír egyébként a Drake-ről szóló eszében, hogy
hogy ebben az az érdekes, hogy az a különbség, hogy ez nem egyszerűen csak egy korrekciónak használ, hanem tulajdonképpen ez egy olyan speciális effekt, amin keresztül úgymond a kísérteties technológia válik láthatóvá, pontosabban hallhatóvá, tehát hogy a gépnek, illetve a digitális eszközöknek és az emberi hangnak az érintkezése, mint egy láthatóvá, vagy hallhatóvá válik. Tehát, hogy ez egy következő szint, amikor mint egy esztétikai program már emelődik az autotune, mint amikor, és tulajdonképpen szerintem az előbb látott videón is már ennek a vírusszerű szétterjedését, vagy eluralkodását látjuk, mert hogy eredetileg ugye csak arról volt szó, hogy stúdióban tökéletesíteni az emberi hangot. Szóval, mint hogyha a gép szelleme szólalna meg az autótyúnon keresztül, aztán, hogy persze ez kinek hogy tetszik, vagy nem tetszik, ez egy érdekes dolog egyáltalán, mitől szexi, ugye ez is egy kérdés, hogy ki erről ki mit gondol. Én nekem például egy olyan teóriám, vagy ez ilyen elképzelésem, hogy drékszámokat hallgatok, hogy ha túlságosan is ilyen intim, nagyon közel, nagyon ilyen érzékeny dolgokat picit distanciálja, és ez a finom pulzálás oda-vissza, ez lesz tulajdonképpen a zene libidója. De szépen mondtad. Igen. Igazából ami az én, és akkor itt áttérek egy kicsit arra is, hogy én mivel foglalkozom, mint alkotó, hogy én gyakorlatilag én ugyanezt az effektet használom, tehát gyakorlatilag igen, be kell, hogy valljam, csak nem az ének hangomon, hanem a gitáromon használom ezt az effektet, ezért nem nagyon tudná senki megmondani, ha hallaná, hogy ezen tulajdonképpen autotune van, csak hogy én ennek egy speciális válfaját használom, ami úgynevezett mikrotonálisan hangolható. Ez azt jelenti, hogy az európai hangközök közé eső hangokat is be lehet állítani, így leegyszerűsítve. És tulajdonképpen ezzel kezdtem el foglalkozni, és az egész dologgal, egyébként a hangolással, mert erről fogok most röviden beszélni, Krasznohorkai Lászlónak az Ellenállás melankóliája című könyv, amiből mindenki elvileg kapott szöveget, majd olvasunk belőle egy részletet. Tehát ott van egy nagyon rövid, hat oldalas történeti leírás a zenei hangolásról. Nyilván egy krasznohorkai szemszögbe ültetve, ugye aki ismeri, ő tudja, hogy elég vonzódik az apokaliptikus leírásokhoz, és a történelem rossz irányba tart, és dekadencia van, stb. Tehát ő ebbe a történetbe ülteti be. Pontosabban egy ilyen metafizikai hanyatlás ez, mindig valami originális, vagy valami autentikustól haladunk, sodródunk kifele az inautentikus felé, és ez zeneileg is. Igen, és hogy ő gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve hosszú a szöveg, meg nagyon történeti, meg elméleti is, de ő valahogy egy olyan köntösbe teszi az egészet, hogy létezett a tiszta hangolás, az egy szólamú zenében mondjuk a Gregoriántól indulunk el, és fokozatosan a fehér ember tudata megint megjelenik, és elkezd dolgozni azon, hogy hát azért ez a tiszta hangolás, ez nem használható minden hangnembe, tehát nehéz a zenébe modulálni, és ezért hát egyrészt emiatt, másrészt amiatt, mert a zongora klaviatúrája elterjedt, ez egy 14. századi találmány, és azóta ezt a klaviatúrát használjuk. Voltak kísérletek, hogy ezen változtassunk, például 19 vagy 31 billentyűs hangszereket építsenek, de ezek soha nem tudtak megfelelő pozícióba kerülni. Tehát itt is azt látjuk, ahogy a Mercator térképnél is, hogy monokulturalizálódás van, homogenizálódás van, és hát nyilván aztán a kapitalizmussal végképp felfalódik minden nem mainstream dolog, és ezért van a zongora még mindig ugyanazzal a klaviatúrával és hangkiosztással, tehát 12 hang van egy oktávban. És emiatt a Krasznohorkai azt mondja, hogy a tiszta hangolás, ami fizikailag és akusztikai értelemben tiszta, nem biztos, hogy ebben most bele akarok menni a részleteibe, mert elméleti, de az akusztikai tisztaságtól a fehér ember addig-addig dolgozott,
míg meg tudta valósítani a zongorán azt, hogy mind a 12 hangot, tehát hogyha leegyszerűsítve azt mondjuk, hogy a tiszta hangolásban a fehér billentyűkön tökéletes tisztasággal tudott játszani mondjuk a 14. században, ez egy, csak egy példa, és eljutunk a 20. századig, és az történik, hogy a fehér ember nyughatatlan, mert azt mondja, hogy ott van még 5 fekete billentyű, azt is be kell vonnom a saját birodalmamba, gyarmatosítanom kell őket, és behúzzuk, de ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogy a fehér billentyűk tisztaságát elveszítjük, és a fekete billentyűk tisztaságát is elveszítjük, és minden tisztaságot elveszítünk. Cserébe miénk lesz a 12 hang, és ezért születtek a 20. század elején az úgynevezett dodekafon atonális művek. Schönberg volt ugye ennek a fő alakja. Nem meglepő, hogy ez lett az eredménye. Ennek a hangolásnak, amit mi használunk, úgy hívják, hogy egyenletes temperálás, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy olyan lépcsőrendszerből, ami több lépcsőből áll, és vannak benne alacsonyabb, meg magasabb lépcsőfokok. Mi csináltunk egy 12 fokú rendszer, tehát 12 lépcsőnk van, és ezek a lépcsők pontosan ugyanolyan magasok, és pontosan ugyanúgy néznek ki. Tehát mi ezen a lépcsőn leföl szaladgálhatunk kedvünkre, ez azt jelenti, hogy bármilyen hangnembe játszhatunk, és ennek szélsőséges példájaként, ugye Schönberg zenének meg az a lényege, a dodekafon zenének, hogy ez a 12 hang ráadásul egyenjogú, tehát teljes demokrácia van a hangok között, ami teljesen érthető ebben a hangolásban, ez van kódolva, ha minden lépcsőfok ugyanolyan magas, akkor nincs mifelé gravitálni, és ő matematikai sorokat írt föl, és azokat fordította, invertálta, stb., és ebből lett aztán a 20. század elején ez a zene, és aztán a 20. század azóta eltelt idejében nem nagyon volt előrelépés, mondhatnánk a dodekafóniának le is áldozott, és nem nagyon lehet látni, milyen irányba megy most a zene, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a hangolások újra felfedezése az számomra ugyanez az élmény, amit most a perspektívaváltásról, vagy akár a különböző térképvetületekről beszéltünk, tehát ez nekem egy nagyon egy ilyen elemi, megrázó erejű dolog volt, amit a Krasznahorkai nyomán fedeztem fel, és kezdtem el, én gitáros vagyok, és ezért a gitáromon kezdtem el kísérletezgetni, hogy hogyan tudok például tiszta hangolású zenében munkálkodni, és csak visszatérve a Krasznahorkaira, az ő történetének is ez a vége, hogy kvázi egy metafizikai zuhanásba, ugye a könyvben egy zenei iskola igazgatója, a főszereplő, aki a zongora hangolója az iskolába hangolja ébe a kvintet, és ugye nem tiszta a kvintünk se, és hallja, hogy valamit motyog magába, hogy itt egy kis két centet le kell csippentenem a tiszta kvintből, tehát kvázi hamissá kell tegyem. Egy zongora hangoló úgy hangolja be a zongorát, hogy hamisra kell behangolnia, és pontosan a két hang pulzálásából tudja megmondani, hogy jó hamisságúra hangolta a zongoráját, és ez az, ami a Krasznahorkainak nyilván szemet szúrt, és tetszett ez a történet, hogy hát ha ez tényleg így van, akkor elveszítettük a zene tisztaságát, tehát elveszítettük a hogy ami felé gravitáljunk, és gyakorlatilag a általunk nagybecsben tartott zeneszerzők művei is igazából hamisan szólnak. És akkor ez a zenetanár hazamegy, és a zongoráját eldönti, hogy áthangolja tiszta hangolásra, és megpróbálja Bachnak a Voltemper Irtes Klavier magasabb előjegyzésű műveit, tehát leegyszerűsítve azokat a műveket, ahol a fekete billentyűket is használja, de egy olyan hangolt zongorán, amin csak a fehér billentyűk szólnak tisztán, elkezdi játszani, és csikorog az egész, és fáj annyira hamis, és de egyszerűen ezt ilyen penzumként írja elő magának, és minden nap 2 órát leül, és gyakorol, majd erről fogunk még felolvasni. Szóval ez egy nagyon érdekes történet, és ez a krasznahorkai féle interpretáció, ez csak egy lehetséges interpretáció. Például zárójelbe téve Bach se tiszta hangolású zongorán írta a Voltemper Irtes Klavier-t, hanem a mostani hangolás és a tiszta hangolás között egy akkoriban népszerű hangolás használva. Tehát igazából vannak
ebbe a leírásba is olyan csúsztatások, amik szerintem inkább csak azt támogatják, hogy az ő metafizikai romlásához, amit lehet így látni ezt a történetet természetesen, de még jobban klappol. Csak annyit szerettem volna még ehhez hozzátenni, hogy talán az előadásnak ennek a pontján azt el lehet mondani, hogy ezzel a sokféleségnek, ennek a sokféleségnek a felmutatásával tulajdonképpen azért mégiscsak állás tudunk foglalni amellett, hogy a tiszta hangolás sem jobb, mint más hangolások. Nincs egy ilyen érték hierarchia, a sokszínűség az egyetlen egy érték, a végtelen lehetőség, és ez igaz minden hangzástani rendszerre, minden térképészeti rendszerre, egyáltalán, hogy a világot különböző képi, hangi projekciókba foglaljuk. Ezek nem egymással rivalizáló megközelítések, a Mercator térkép nem jobb vagy rosszabb, mint a Dimaxion térkép, ezek nem úgymond egy ilyen fejlődés elvűen, kumulatív módon egyre több és több lesz belőle, és egy gazdagságot eredményez, nem pedig egymást kitolják, mint ilyen tudományos paradigmák vagy világképek. Tehát, hogy az egyik az nem felülírja a másikat, hanem gyarapítja a lehetőség sokaságát, és ez zeneileg is így lehet mondani. Pontosan így van. Tehát ebből a szempontból mi másra jutottunk, mint Krasznahorkai, hogy a tiszta hangolásnak is. Tehát én inkább úgy fogom fel, hogy a hangolások számomra ilyen kis lények, akik mindegyiknek egyenrangú joga van a létéhez, és fel kell szólalni, hogyha ezeket az ember elpróbálja tiporni. Ugye az európai ember az eltiporta, és bár történetileg nagyon sokféle hangolást használt, a 20. században eljutottunk oda, hogy nem hallotok a rádióból más zenét, amely más hangolást használna. A hangolás elméleti határa az végtelen, tehát a hangmagasság az egy folytonos kontinuum, és ebből tetszőleges mennyiségű lépcsőt lehet képezni, és lehet azt is mondani, hogy ne legyen semmi lépcső, ugye az ázsiai zenében vagy indiai zenében is lehet ezekkel a folytonosságokkal és hajlításokkal találkozni, és tulajdonképpen igen, a törzsek alapján, és akiket ugye mutattunk, a vajampi indiánok, nekik is megvan a saját hangolási rendszerük, és akkor most itt a Zsolt kivetített ennek a gitáromnak a képét, tényleg csak egy mondat, mert nem ez a lényeg, csak hogy lássátok, hogy én itt annyit csináltam, kis számolásokat kellett végezni. A gitár nyakát nézzétek, normálisan a gitáron 12 bundot lehet találni egy oktávba, és itt most 20 darab van egy oktávba, ez azt jelenti, hogy mikrotonális hangok is vannak a hangszeren. Ugye nehéz dolog, mert a gitár is kicsit olyan ebből a szempontból, a bundozott gitár, mint a zongora, hogy rögzített hangolású hangszer, és nagyon nehéz kilépni a mi rendszerünkből, az egyenletes temperálásból, mert az egész gyakorlatilag ennek a kornak a hangszere, vagy legalábbis az elektromos gitár mindenképpen. Úgyhogy nekem ez volt egy ilyen sajátos megoldásom, és ez egy tiszta hangolásban megszólaltatható gitár. Ennek az az ára, hogy csak fehér billentyűkön játszom most így leegyszerűsítve, tehát gyakorlatilag lemondok a moduláció adta lehetőségekről, vagy képességekről, és visszatérek ilyen szempontból az indiai klasszikus zenéhez, ami a mai napig tiszta hangolást használ, és ugye szokták mondani, hogy egy drón alapja van, tehát az alaphang és a quint oktáv bő felharmonikussága az, ami megadja az indiai zenének az ízét, és aztán erre van egy homofonikus szólista hangszer, és esetleg egy dobos kíséret. Úgyhogy ez gyakorlatilag ilyen kicsit ilyen indiai zene típusú gitár. Most nem hoztam el, mert így is annyi témánk van, de majd lehet, hogy egy következő alkalommal ezt is be tudom mutatni. És akkor most térjünk át a második törzsre, mint hangzó példára. Ez a Közép-afrikai köztársaságban található Bandalinda nevű törzs. Valójában róluk is el lehet olvasni, hogy ugyanazokkal a problémákkal szembesültek, mint az indiánok, ezt most nem ismételném el még egyszer, de nagyon szép, hogy itt a Zsolt mutatja a térképen is, hogy nagyjából hol található a terület, ahol élnek, és ők félkörbe szoktak állni,
és papaja fából és az antilopok szarvából készített kürtökön zenélnek, és esetleg menjünk át a fényképre, ami itt látható. Tehát van egy karmesterük, aki középen áll, és a félkörbe jobbról-balra úgy, hogy vagy balról-jobbra, az mindegy, de hogy a legmagasabb hangú kürttől megyünk a legmélyebb fele, és mindig előbb a legmagasabb hangú kürt lép be, majd utána a mellette levő, majd utána a harmadik, stb., míg a végére nem érünk, és meg nem szólal egyszerre a zenekar. Ebbe a zenébe számomra, ami lenyűgöző, az egyrészt az, hogy mennyire közösségi, hogy mennyire az, ahogy felállnak, és ahogy játsszák, a másik pedig, ez pedig, aki rögzítette egy bizonyos Simha 3 nevű francia-izraeli zenegyűjtő, mondta, hogy nagyon nehéz volt, mert ő le akarta kottázni külön a szólamokat. Ez egy 10-18 tagú kórusról van szó, vagy kürt zenekarról, és arra kellett rájönni, ugye ahhoz az kell, hogy külön tudja rögzíteni a hangszereket, az egyes emberek fújják ugye a hangszereket, és arra kellett rádöbbenjen, hogy egymás nélkül nem tudják eljátszani. Tehát, hogyha azt mondja a sorban a harmadiknak levőnek, hogy figyelj, akkor fúj le, légy szíves a részet, hogy fel tudjam csak a szólamodat venni, és nem tudja lefújni. Tehát egy nagyon jól példázza ezt a egymástól való kölcsönös függés és a közösség ereje, stb. És aztán úgy oldotta meg, hogy az eredeti, tehát felvette az egész számot, és akkor nyilván fejhallgatón játszotta, tehát hallotta, hogy van az előtte levő szólam, és így el tudta játszani, és föl tudta venni. És akkor ennek kapcsán még mielőtt belehallgatnánk, ugye a hangolásra kitaláltam egy ilyen analógiát, hogy a zene DNS-e. Tehát most itt lehet, hogy sokatoknak egy kínai, hogy mi ez, hogy hangolás, meg egyébként még a hozzáértők se feltétlenül arra gondolnak, amiről szó van. Tehát a zene DNS-e, ez egy észrevehetetlen dolog, ami alapvetően meghatározza, hogy az adott zene hogyan szól, milyen irányokba fejlődhet tovább, és kéz a kézben, tehát nagyon szoros kapcsolatban van a hangszerekkel is, hogy az adott törzs milyen hangszereket készít. Úgyhogy itt most egy pentaton zenét fogunk hallani. Most példának én szintetizátoron megcsináltam, hogy hogy szól ez a zene, a mi hangolásunkba, európai hangolásba, tehát kvázi world musicosítottam a zenét, bár annál még sokkal összetettebb, mert poliritmikus, amit általában a world musicban nem lehet hallani. Tehát nagyjából ez így szól, ez a mi hangolásunk, pentaton hangolás, és ehhez képest az ő hangolásukban pedig vissza. Ez sokkal megszokottabb a fülünknek. És akkor most hallgassuk meg az egyik felvételt, amit játszik ez a kürt zenekar. Thank you.
hát így szólt a Banda Linda törzsből a Kürt zenekar zenéje. És akkor most utolsó példa, és most már közel vagyunk nagyon a végéhez, ez pedig csak nagyon röviden most a Salamon-szigetekre fogunk ellátogatni, a Malajta nevű szigetre, ahol az Areare nevű törzs él, és egy nagyon különleges polifonikus, ők is polifonikus fúvózenét játszanak. Esetükben bambuszból készítenek pánsípot, igazából ahhoz hasonlít, igen, amit az indiánok csinálnak. Én találtam otthon egy elszáradt bambusz ágat, és abból tudtam egy hangszert készíteni, ami az ő hangolásukba van. Ezt úgy hívják, hogy egy 7 fokú egyenlő hangolás, tehát ez se európai, ez is egy nagyon különleges hangolás egyébként. Ázsiában több helyen is felbukkan, például a táj klasszikus zenében, és ezen kívül érdekes módon Afrikában a elefántcsontparton a balafon zene is ugyanilyen hangolást használ. És akkor itt most egy olyan, van nekik 4, 6, 8 és 10 fős zenéjük, és most egy olyan példát fogunk nézni, és egy videón, ráadásul nagyon izgalmas videón, ahol négyen zenélnek, és egymással szembe állva két mély, tehát egy oktávval mélyebben levő pánsíp van, és két magasabb, és hallhatjátok majd, hogy nagyon, nagyon különleges hangulata van ennek a zenének, és nagyon bele szerettem ezekbe az emberekbe, bár nem ismerem őket, csak így ránézésre. Úgyhogy hallgassuk meg. Thank you.
szóltak a fülek ez a zenéhez. Egyébként nagyon érdekes, hogy van benne valami, ami miatt nagyon könnyű szerintem kapcsolódni ehhez a darabjukhoz, de közben meg halljuk, hogy a hangok azok teljesen máshol vannak, mint amihez az európai fülünk hozzászokott. Szóval ezek csak ilyen példák voltak ugyanúgy, ahogy a különböző térképvetületek térképér is ránéztünk, és látjuk, hogy micsoda perspektívást okoznak pusztán a ránézés. Zenéknél is ugyanez van, hogyha meghallgatjuk ezt a nagyon sok színű világot, és látjuk, hogy mennyire egyetlen perspektívába, egy nagyon homogén perspektívába vagyunk beleszorítva. Én csak annyit akartam, miközben ezt hallgattam, jutott eszembe ez a furcsa metafora vagy párhuzam, hogy sokat beszéltünk már erről, hogy a hangrendszer, ezek a hangolások tulajdonképpen annyira a zenének az alapja, pontosan nem csak, hogy de fizikálisan, de hogy fizikálisan és metafizikai alapja is, mert voltaképpen ez az a furcsa vakfoltja, ilyen hangzó vakfoltja, ami keresztül hallasz tulajdonképpen, de magát nem hallod. És hogy voltaképpen ez egy olyan dolog, ami egy nagyon is fizikai, nagyon is biológiai dolog, miközben már ezen a szinten is politikailag és kulturálisan előformált dolog, és ez az a legfontosabb rész, amit voltaképpen ezzel az előadással beszerettünk volna mutatni, hozzátéve egy olyan etnomuzikológiai kritikát, vagy ha tetszik metakritikát, hogy egy gondolat kísért formájában lehetne ezt úgy megfogalmazni, hogy mi lenne, hogyha nem az etnomuzikoló tudománya a vitrínbe rakná, konzerválná a zenei anyagot, miközben kiszakítja abból a környezetből, ahonnét származik. Ehelyett összekapcsolná az állagmegőrzés feladatát a kapitalizmus és a késő modernkori gyarmatosítás kritikájával, és még ezzel egyel tovább is mehetnénk, és akkor így kapcsolódunk vissza az eredeti ausztrál aboriginál közösségeknek a tájhoz, a természethez és a természet erőforrásaihoz való közvetlen viszonyához, hogy mi lenne, hogyha nem az etnomuzikológia nem emberközpontúan, antropocentrikusan gondolkodna csak a zenéről, hanem hogy az adott esetben a tájnak a hangjaival, illetve a nyers erőforrásoknak a hangzástani problémáival ugyanúgy foglalkozna, tehát hogyha mondjuk a Field Recordings problematikája és a zene rögzítés az tulajdonképpen kéz a kézben járna egy ilyen tudatos kritikai eljárásban. Úgyhogy ennyi volt a mai előadás, nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok, de van egy meglepetésünk, igen. Most jön a buli része az előadásunknak. Most fogjuk meghallgatni Zsoltól Krasznahorkai László idézett könyvéből, az Ellenállás melankóliából. Abból a 6 oldalból kiválasztottunk egy részt, ami a hangolásokról szól, és Zsolt egy kicsit különleges módon fogja ezt megszólalt. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez egy olyan projekt, amit ugye eredetileg... Amikor elkezdtünk erről beszélgetni, az egy rádió műsor volt, amikor vendégül láttunk téged köbek között Bódi Lóránta és Nemeszi Márióval közösen a Tilos Rádióban, és akkor szóba került Márió felvetésére, hogy mi lenne, hogyha ő ezt egy ilyen módon prezentálná. Sajnos azonban Máriót költészeti feladatai Berlinbe szólították, úgyhogy most ehhez én fogom őt, illetve ezt a projektet képviselni, aminek majd reméljük lesz folytatása. A hit, gondolta Eszter, és itt már a sajátos tapogaságához ért. Így hát nem azt jelenti hinni valamiben, hanem hinni, hogy mindez nem így van, mégsem. Amiként a zene sem a jobbik önmagunkra, s a jobbik világra ismerés, hanem menthetetlen önmagunk s egy sajnálatos világ elleplezésének, sőt eltűnt és eltüntetésének agyafurt módja.
gyógymód, ami nem gyógyít, szesz, ami altad. Voltak tűnődött akkoriban, bizonyosan voltak szerencsésebb korok, példának okáért Pitagorasz és Arisztoxénosz kora, amikor hajdai kollégáinkat a föld létezésben nem csak kételyek, nem gyötörték, de sértetlen gyermeki bizalmuk árnyékából nem is vágytak el, s mert tudták, hogy az isteni harmónia az isteneké, megelégedtek azzal, hogy tisztára hangolt hangszereik dallamával, mint egy belepillanthatnak ebbe az elérhetetlen tágasságba. Később azonban az égi tünemények aloli elnyomorító felszabadulásban mindez kevesebb lett a semminél, a nyílt káoszba lépő megzavarodott fennhéjázás már nem részesülni kívánt belőle, hanem töréken álom valódi teljességét akarta, s minthogy az ettől a durva érintéstől szét is porlott rögtön, hát megteremtette a maga módján, ahogy lehetett. A kérdést nagyszerű technikusokra bízta, Szalaniszokra és Werkmeisterekre, akik magukat nem kivélvén az éjszakát nappallá, a hamisat pedig azzá tudták tenni, s mi tagadása feladatot végül oly ragyogó leleménnyel oldották meg, hogy azóta is hálás publikumnak más dolga sem maradt már, mint elégedetten összenézni és kacsintani egyet boldogan, hogy na ez az, mondta magában akkor Eszter, s először arra gondolt, hogy felaprítatja, vagy egyszerűen kihajítatja a szalomból az öreg zongorát, ám csak hamar belátta, hogy valójában épp így szabadulna meg hiedelmének szégyenletes emlékétől a legkevésbé. Ezért aztán némi töprengés után úgy határozott, a Stanway marad a helyén, ő pedig nekilát, hogy illő módon büntesse meg magát balga tévedésért. Egy hangoló kulccsal és egy finom frekvencia kijelölve, fölszerelkezve, amikhez hozzájutni a mai is kúlyos gondokkal küzdő kereskedelmi szolgáltatása tekintettel igazán nem volt egyszerű. Attól kezdve naponta több órát töltött rozog a hangzerénél, s mert közben mással sem foglalkozott, minthogyha kész lesz, mi várja majd. Mire munkáját befejezte, úgy hitte, amit hallani fog, az már nem érheti őt olyan váratlanul. Az általános visszahangolás korszaka volt ez, vagy mint maga nevezte, gondos korrekciója a Werkmeisteri műnek, s egyúttal önmagának is, noha még amaz hibátlanul sikerült, ugyanez saját érzékeinek átrendezésétől őszintén állítani nem lehetett. Mert amikor eljött a nap és vége, Arisztoxénosz szellemére visszahangolt zongora elé leülhetett, hogy tervei szerint most már egész hátra levő életében egyetlen darabot rátszol rajta, a kimeríthetetlen és fölülmúlhatatlan, s az erre a célra fölöttébb alkalmas volt Temperirtes klavír, magas előjegyző gyöngyszemeit már az elsőként kiválasztott cisz-dur prelúdium szivárványos lebegése helyett olyan kibírhatatlan csikorgás sütötte meg a fülét, amelyre fölkészülni ismert el, nem is lehetett volna igazán.
A híres eszmol preludium pedig így ezen az isteni tisztaságra emelt hangszeren egy borzalmas falura lagzira emlékeztette őt, ahol az öklendező lerészegedésbe a székekről már lecsúszott maga tehetetlen nász nép közé hirtelen pipiskedve és belátható jövőjéről álmodozva a teljesen berúgott mázsás és kancsa menyasszon libbenbe épp a hátsó szobákból, de hasonlóképpen elviselhetetlenek érezte a második kötet, amúgy a francia nyitány stílusára utaló Fistur preludiumát is, meg a többit, mind amibe, hogy kínját enyhítse, belekezdett, s ha addig az általános visszahangolás elmélyült korszakát élte, ettől kezdve a fájdalmas szoktatás hosszú időszaka következett. Az edzettség állhatatos kidolgozása, mely valóban próbára tette minden erejét, s mikor hónapokkal később aztán észrevette, hogyha megszokni nem is, de a fülhagyás